Mindenkinek így kéne születni, de hát ma még az emberek elsöprő többsége kíméletlen módszerrel születik meg, sajnos. És akkor következik a többi trauma, a sokkok, jönnek a sokkok egyik a másik után, egyik trauma a másik után. Ebben is vannak különbségek, természetesen nem csak végletek léteznek, hanem átmenetek is, de sajnos mindenki hát megkapja magáét, hogy úgy mondjam. Az óvoda, meg az egész oktatás, egész végig az óvoda, az általános iskola, aztán a felsőbb tagozatok, iskolák, mind-mind olyan módon vannak felépítve, hogy enyhén szólva nem a harmóniát hozzák létre az emberi lélekben, nincsenek építő jelleggel a mentális állapotunkra, az egész úgy, ahogy van, rossz. És megint csak ezt nem én találom ki, hanem tudósok, kutatók, szakértők és híres gondolkodók állapították meg ezt már számtalanszor. Tulajdonképpen nincs oktatásunk, amit oktatás címszó alatt kapunk, az programozás, agymosás és minden, csak nem oktatás. És ez igaz Magyarországra, és igaz globálisan is. Vannak kis különbségek, nyilván vannak helyi jellemzők, területspecifikus dolgok. Mindegyik országban egy kicsit más, de egy dolog közös, oktatásunk nincs. Aztán itt van ez a pénzügyi rendszer, amelyben élünk mindannyian. Tulajdonképpen teljesen mindegy, hogy egy bizonyos szempontból teljesen mindegy, hogy kapitalizmus, vagy szocializmus, vagy bármelyik izmus, mindegyik a pénzre épül, a bankokra, és egy olyan rendszerre, amiben a pénz az érték, és nem pedig az ember. Az ember akkor érték, ha van pénze. Ha nincs pénze, akkor hajon éhen is, legyen hajléktalan, legyen beteg. Ilyen a rendszer. Holott minden emberi lény megérdemelni azt, hogy megkapja a megfelelő egészségügyi ellátást, legyen fedél a feje fölött, legyen mit ennie, és a legalapvetőbb szükségletei ki legyenek elégítve. Erre is nagyon sokan azt mondják, hogy de hát, hogyha egy hajléktalan vagy egy éhező megkapja az alapvető dolgokat, amire szüksége van, akkor azzal visszaér. Erre is látom nagyon sok példát, újra csak ugyanazt tudom mondani, hogy ez nem az emberi természet, hanem a sérülésekre adott reakció. Tehát vannak emberek, akik nem képesek másképp viselkedni. Ilyenkor mi a megoldás? Ezeknek az embereknek meg kell adni azt a segítséget, ami által helyre tudnak állni, és egy elfogadható szinten társadalomba hát be tudnak illeszkedni, és tudnak funkcionálni. Egyébként gondoljunk csak már bele, ha valaki hajléktalanná válik, azt kívánni neki, hogy addig, amíg saját maga erejéből nem képes ezen változtatni, addig marad és hajléktalan, ez mekkora kegyetlenség. Hát ilyet csak az mond, akinek fogalma nincs, hogy a hajléktalanság mivel jár, vagy az éhezés. Aki hajléktalanná válik, állítólag átlagosan 8 hónapon belül meghal. Ugyanis ez az állapot, a hajléktalanság egy olyan iszonyatos megpróbáltatás az emberi lénynek, mentálisan, érzelmileg és fizikailag egyaránt, hogy tönkreteszi, és szép lassan megöli az embert. Az éhezést azt annyira nem kell bemutatnom talán, mert aki nem éhezett még, az is tudja jól, hogy egy bizonyos ideig bírja ezt az emberi szervezet, és aztán egyszerűen éhen hal. És ma Magyarországon nagyon sokan vannak ilyen módon szó szerint halálra ítélve, és ugyanez a helyzet globálisan is. Egy amerikai adatot hallottam, hogy minden egyes hajléktalanra, amerikai hajléktalanra 6 üres ház jutna. Tehát megint csak látod, hogy nem az a probléma, hogy nincs hol lakniuk azoknak a hajléktalanoknak, mert rengeteg az üres ház, hanem ez az elosztási rendszer, hát problémás. Ha egy emberi lény valóban egészséges, akkor ha az alapvető szükségletei kielégítést nyernek, tehát van mit ennie, van hol laknia, nyugodt, békés élete van, nem kell küzdenie a túlélésért, akkor tudjátok milyen? Kreatív, alkotó, produktív életet fog élni. Nagyon jó hatással lesz a környezetére, a világra, tele lesz ötletekkel, az ötleteit megvalósítja, a saját maga életét és mások életét is jobbá teszi, sugárzó, ragyogó lény az ember.
és ez bizonyos körülmények között meg is nyilvánul. Ha egy testileg, lelkileg beteg ember, aki bizonyos ideig mondjuk éhezik és hajléktalan, megkapja azt, amire szüksége van, és ha erre úgy reagál, hogy visszaél vele, akkor mi a probléma? Akkor ezek után talán már sokkal világosabb, hogy akkor az a probléma, hogy borzasztóan sérült az az ember. Milyen sérült, hogy nem képes más csinálni. Ma megvannak a tudományos módszereink, az eszközeink, mindenünk megvan ahhoz, hogy ezeket az embereket segíteni tudjuk. Akkor mi a probléma? Az, hogy nem használjuk ezeket a módszereket és az eszközöket. Egyesek eldugdosták, eltitkolják, óriási energiákat vetnek be egyesek, hogy jelenlegi tudásunkhoz az emberek többsége ne férje hozzá, ne is tudjon róla, hogy hova jutott már el a tudomány.